Majd össze kell fogni, így van, köpeny van rajtatok. Kilincsőfogó itt más fajta van, ugye ez ilyen egyszerű, vagy régebbi fajta. Egyszerűbb lehet vele dolgozni. Elmondtuk, hogy hogy kell melegíteni. Milyen oldat van még itt a tárcátok? Sósav. Ugye az egy sav, hát ha lecsöppen a kezedre, esetleg nem fogok hozni nagy problémát, mert egy mol per több deci koncentráció elég híg sósabb oldat ez, de ha megtörténik, akkor gyorsan ide volt csak, hogy ide jöttük, és bővízzel le mossátok a kezeteket. Itt van egyébként papírtörlő is, ha valakinek valamelyik oldat kimegy a asztalára, akkor gyorsan ezzel le lehet törölni. Jó, tehát törlőt lehet kérni, de akkor ki is készítünk ide az asztalni sárkára, ha ilyen történik, akkor ne legyen belőle baj. És mi már kémiából tulajdonképpen mindent tudtok, mert a végén... és nagyon sok fajta kísérletet el lehetne végezni, csak ízelítő lesz egy pár, amit ti magatok végeztek, meg amit van olyan, amit megnéztek. Látjátok, van itt vegyi fülke is, ebben a lagon a másikban nem volt, tehát majd megpróbáljuk a végén, de még jut is rá idő ezt is használni. Mielőtt azonban ti elkezdenétek kísérletezni és az első vizsgálatokat elvégezni, valamit beállítok, amihez idő kell. Az egyik vizsgálatunk az lesz majd, hogy egy pohárba egy ilyen, milyen színű ez? Olyan zöldes színű oldatot fogok önteni, ezt úgy hívják, hogy vas szulfát, tehát egy vas, kétszeresen pozitív vas ionok vannak benne, és egy vörös színű krémet rakok bele, milyen rész. Most csak így beleteszem, hogy várunk jó sok percet, hogy mi történik. Másik pohárba pedig ebből a szép ilyen türkiszkék kristályos anyagból fogok rakni. Esetleg valaki erről tudja, hogy mi lehet ez. Részgálic, nagyon jó. Ezt bele szórom, vagy részgálic, vagy részszulfát a pohárba. És öntök hozzá egy kis vizet. Gyerünk, van egy desztillált vizet. Lehetett volna nyugodtan csak vizet is rakni is bele, de hogy ilyen desztillált. Mi a különbség a desztillált meg a csak víz között? Anyagtartalmaz különböző oldott anyagokat, nagyon jó. És a csak víz, az miket tartalmaz? Ásványanyagokat, különböző oldott sókat, lehet, hogy egyéb szennyeződés is van benne. Jó, ezt a részgálicot akkor most desztillált vízbe, picit oldok belőle, és hát nem tettem bele túl sokat. Teljesen átlátszó. Nem, halvány. Világos kék. Elég halványra csináltam, de még teszek bele egy icipicit ebből akkor. Hát igen. Ugye ez nem kimért mennyiség, most nagyon kevesek. Jó, hogy egy kicsit. Jó, akkor ebbe pedig egy sima, ilyen szürke színű vas szöget fogok tenni. Nagyon kicsit ér csak bele, még jó, és akkor ezt az oldatot is így magára hagyjuk. És egy kicsit várakozunk, és majd meglátjuk, hogy mit várunk, illetve mit tapasztalunk. Az első vizsgálatunk, amit már ti fogtok végezni, az... Tehát akkor látok is egy olyan, hogy sósabb, mondtuk is, hogy ez egy kék sósabb oldal, kék sósabb. Ennek a reakcióját fogjuk megnézni nagyon egyszerű anyaggal. Szerintem ilyet, tehát hogy végeztetek is, vagy mindenki látok, mert mindenki is várjuk. Ennek a reakcióját fogjuk megnézni egy olyan anyag, ami már ki van készítve az egyik
kincselemekbe. Az elsőbe egy ilyen darabos, egy darabban lévő fehér szilárd anyag, egy mézfő darabka. Ugye itt vegyszerként van, de természetesen és természetesen ezzel találkozhatunk ilyen formában. Erre a mézfő darabkára nagyon egyszerűen néhány csepp, 4-5 csepp sósavat fogtok csöppenteni. A csöppentés után, csöppentés közben, csöppentés után meg kellene figyelni, hogy milyen tapasztalatokat érzékelsz, érzékszerveinken mit lát, mit hallasz, milyen színű anyag, még amennyi valami átalakulás, és akkor már közben azt kellene csinálni, hogy a gyújtópálca, ami tulajdonképpen nagy gyufa, azt meggyújtjuk. A gyújtópálca, vagyis az a nagy gyufa fejét nem a gyufás dobozon tudod meggyújtani, hogy lehet, hogy nehéz, hanem meggyújtasz egy sima kis gyufát, és azzal meg lehet gyújtani a nagy gyufát, és akkor egy picit úgy tartsad, hogy meggyulladjon a fa, és amikor ég ez a pálca, tehát miközben én meg kell elfújni, az égő pálcát ne így fog meg, ahol ég, ahhoz közel a másik végén, a kémcső nyílásához lehet tartani. Ha a kémcsőben látjuk, hogy zajlik a folyamat, akkor kellene oda tartani a gyufát, és ha így áll a kémcső és így belerakod, akkor is megfigyelhetünk valamit, de majd megpróbáljuk azt, hogy kivesszük ezt a kémcsövet közben, és akkor így egy kicsit oldaltartva, hogy könnyebb belerakni az égő pálcát, beletolod, kihúzod, megpróbáljuk, hogy így történik ilyen változás. Egymással párhuzamosan kellene, tehát akkor egyik őtök készülhet azzal, hogy csöpögteti a sósavat, másik pedig a gyufával megtudja a gyújtópálcát, és akkor pálca különbe olyan, kicsit közelebb is húzod a pálcát, és akkor amíg mindent próbáljuk megfigyelni, nézd meg, hogy mi történik, ha hozzácsöpögtetőd a sósavat. Lehet nyugodtan még többet is, tehát ne csak egy-két cseppet, hanem nyugodtan két adagot is belerakhatsz. Igen. Jó. Történik, ha van valami szemmel látható változás, hogy ilyen cseppet. Én majd azért hát pedig az egy kísérlet volt, de egy csomó mindent meg lehetett azért rajta figyelni, tehát sósavat csöppentettünk mészkő darabkára, majd egy olyan vizsgálódást végeztetek, hogy égő gyújtópálcát közelítettünk. Mielőtt megbeszélnénk ezeket, mi az a sósav? Oldata, így van. Milyen anyag ez a sósav? Milyen fajta oldatok? Savak közé tartozik, így van. Mik azok, hogy savak? Milyen anyagokat tekintünk savra? Szóval milyen fajta anyagok savak? De talán előre is nézek, mert nem tudom, hogy mondani részére, hogy a kémhatással nem tudom, hogy összetételik. Ugyan lépnek reakciók.
a milyen részletesség a látását, hogy a szabadulásokat. Hidrogén a víznek azt adnak át, és a vizes oldatukban, a savaknak az oldatában milyen ionok keletkeznek, hogyha a víznek átadnak hidrogén ion. Mi lesz a vízből, milyen részecske? Oxonium ionok vannak az oldatában, így van, és akkor a kém hatása ezeknek az oldatoknak, amivel az oxonium ionokból van sok savas, milyen a pH-ja a savas oldatok? Nagyon jó. Tehát ez egy ilyen oldat volt. A mészkő, amire mészkő darabka, amire rácsöpögtettük, rögtön valami változásnak indult. Egyikőtök biztos, hogy utával foglalkozott, a másik tagja megfigyelhette, hogy milyen változás lehetett látni, milyen érzékszervekkel felfogható tapasztalatunk volt, látható dolog. Fehéres lett az egész, esetleg még mással is köszönöm. Test és buborékok fejlődését lehetett esetleg észlelni. Igen, és utána meg fehéres lett az egész. Most is olyan tejszerű, hogyha megnézed, aki többet ragolt el, annak jobban, aki kevesebbet, az csak egy nagyon kevés voltatott el, de mondjuk valaki többet már benne vagy rendelek, ilyen kicsit olyan fehéres. A papot például, amit már én vettem bele többet, egészen olyan fejszerűvé vált fölötte az oldat, igen. Fehéres lett valamiért, és nem tűnt el ez a mészkő darabka, mert jó nagy darab volt és kevés anyagot raktunk hozzá. Most akkor próbáljuk már még egyszer, hogy ebből a csöppentőből, hogy több adagot csöppentsünk volt. Még nyugodtan többször így teljesen belegyomlatod. És még egyszer nézzük meg, hogy van-e még változás, amit szemmel lehet látni. Még lehet vele nyugodtan, hogy ilyen még vagyunk. Igen, csak egy ilyen biztonságos oldalat, hogy az illetve. Van-e még testvés benne, azt figyelnek? Van. Igen, hogyha a fülethez teszed, nyugodtan tegye mindenki a füléhez a saját kémcsövét. Ugye ez is egy érzékszer, mert nyugodtan használod a fület, mellé nyugodt, de az nem az ülele, amikor a fület mellé. Igen, tehát jobban lehet hallani, mint látni. Érzékszerünk a szaglás is, meg lehet szagolni, miközben mondjuk, miközben valami. Jó, akkor most már egy több mindent megnézünk, mert én jobban figyeltem, hogy mire lehet még oda figyelni. Jó, tehát akkor a változás a kémcsőben, amiket látunk, hallottunk, éreztünk, valamilyen fesgés volt, ugye? Ezt hallottuk is inkább, mint láttuk. Ez van valami színe ennek a fejlődő, de az nem. Színtelen volt valami szaga? Hát már másodszor, amikor próbáltad, és hogy volt-e valami, nem, inkább a gyufának, meg az égésnek lehet érezni. A gáz, ami fejlődött, nem volt semmilyen jellegzetes szaga, szantalan gáz fejlődött. Ugye ezt ilyen, tehát tapasztaltuk. Mi ez a gáz vajon? Mi volt ez, ami a mészkőből sósabb hatására fejlődött? Nagyon jó. Széndioxid. Természetesen széndioxid fejlődött. Mi történt az égő gyújtópálcával? Elaludt szépen lassan, vagy úgy? Hát, hogy elég gyorsan elaludt szerintem, mert elaludt.
Nem az történt, mert történhetett volna éppen az is, hogy beledugod a gyújtópálcát. Milyen más változás lehetne esetleg még észlelni, ha nem az, hogy elvonul? Még jobban lángra lobbant, azt is lehetett volna, az mire utalt volna? Az valami égést jobban tápál, hogy oxigén fenyőzős lesz egyáltalán nem tapasztalunk. És hogyha valami robbanás lett volna, vagy pufkanás közben esetleg, tudjuk ezt mire utalt volna. Aznak hidrogénre utalt volna, majd egy ilyen kísérletet meg is nézünk még. Itt elaludt. Ez mire utal, hogy elaludt az égő gyújtópálcából? Milyen következtetés lehet levonni? Nem lángra lobbant, nem robbant. Hogy az égéshez nem táplálja ez a széndioxid, amíg fejlődött ez a gáz, elhatotta ugye a gyújtópálcát, tehát a gáz az égést nem táplálja. Emlékeztek rá előző órában, amikor arról volt szó, hogy ide milyen tűzoltó készülék való, csak nem mondtam meg, széndioxidos, minden lehet akkor használni. Tehát tűzoltásra is használni. Ugye mondjuk itt is azért jó, miért is jó egy ilyen laborban? Az szindioxidos. Mert itt elektromosság is van, és itt ugye akkor ezzel tudjuk oltani, tudnánk oltani a tüzet. Jó, sósabb reagált a mészkővel. Ki az, aki vállalkozik, vagy fölírja ennek az reakció egyenletét? Gyere, voltam. Ugye a sósabb hatóanyag a hidrogén klorid reagál itt a mészkőben. Mi a mészkőnek a képlete? Éppen nem olyan gáz volt, ami könnyen kijött volna belőle, és táplálta volna az égést. Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű vizsgálat volt, de ennyi mindent meg tudtunk róla beszélni. Ez a mészkő, ugye nektek is egy ilyen darabos volt, ugye egyben nem volt elporítva. A természetben is nagyon sok formában megtalálható. Tudtunk-e magunktól olyanokat mondani, hogy hol találkozunk ilyen mészkővel? Ugye például barlangokban, mészkőhegységekben. Nagyon jó kagylókéje is, így van. Jó, én is mutatok még egy párat. Ugye így hegységalkotó kőzetként a mészkő nem is mindig olyan hófehér, mert vannak benne szennyező anyagok, ugye amúgy egy fehér szilárd anyag. Mészkő kálcium karbonát alkotja, ez a márványt is, csak sokkal kristályosabb, sokkal szebb a szerkezete, ugye szépítkezéseknél vagy a temetőben. Nagy templomokban találkozunk vele, vagy lépcsük, aztán ugye ez a réta is mészkőből áll, most nekünk nincs ilyen ezekről a táblákhoz, lehet, hogy már nektek sincs az iskolában, nekünk sok helyen van azért. Ugye mészkőből áll,
mondtátok is ezeket a mészvázakat. Például milyen állatoknak van mészváza? Mik ezek, amik itt... Például a korallok azok, milyen állatok a korallok? Polipocskák, polipok, a csalánozóknak a közé tartozó állatok. Ugye, vagy a csigák, vagy a rokonaik, milyen héjak vannak még itt. Kagylók, csigák, kagylók, így van. Nem tudom, ezt az állatkát ismeritek el. Tengeri sün, ezek ugye már egy más csoportba tartoznak, tüskésbőrűek, de ők is mészvázasak, csak nekik nem olyan szép fehér az a tüskéje, de ez elég szúrós is. Aztán az is előfordul, hogy otthon is találkozunk mészkővel, még ha nem is akarnánk. De például ilyen a vízkő. Tehát elég csúnya vízköves, ilyen fűtőszál van. Otthon milyen módon, mivel szokták leoldani a vízkövet? Mészkövet. Majd sósavat lehet otthon is használni. Most nem a reklám helye, de hogy milyen fajta, mert csak ilyet találtam otthon, vízkőoldó van ráírva, és egy nagyon apró betűvel, aki el akarja el tudja olvasni, hogy foszforsav van benne ebben. Tehát sósav helyett a mészkőoldására alkalmas lehet más sav is. Én meg is próbálom azt, hogy megnézzük, hogy végbe megy ezzel, tényleg az van ebben a sav. Ugyanígy van egy ilyen mészkő darabka, csak most nem sósavat, hanem azt a... Ez egy kicsit töményebb egyébként, foszfor savat öntöttem rá is sokat, lehet, hogy már ki is jön a kencsőből, de itt jobban lehet látni, hogy egész intenzíven elkezdett. Ez a foszfor sav egyébként, ebbe elég tömény, de állítólag van a kólába is például. Mennyire egészséges az, nem tudjuk, elvileg ez nem egy mérgező anyag, hiszen a szervezetünk is van foszfát. Jó, tehát ez is oldja és jól pezseg, tehát tényleg alkalmas a vízkő oldására, nem csak a sósav, hanem más savak is. Nektek is van egy ilyen kép itt a munkafüzetek másik oldalán, még a természetben ilyen formában is előfordul. Cseppkövet formájában, így van, cseppköveket látszik. Hogyan képződnek ezek a cseppkövek? Ki tudja ezt? Ez nem biztos, hogy ki jön, hogy fölfőzöknek. A vízben vannak mészkő, van egy mészkő, és mikor cseppel, akkor ez lerakódik, és így képződik. Igen. Oldódik-e a mészkő sima vízben? Ezt nem néztük meg. Nem, de mégis valahogy feloldódik. Milyen fajta vízben? Hogyha savas a víz, akkor jobban oldódik, illetve van a természetben egy olyan anyag, ami vízbe kicsit oldódik, amitől a víz kicsit savas lesz, és akkor már megkezdi a mészkőoldását. Melyik lehet ez az anyag? Mert a savas eső lesz, hogy környezetszennyezésként kerül, de a cseppkövek anélkül is keletkeznek. Melyik az az anyag, amelyik vízben oldódva, megvan a levegőben normális körülmények között? A széndioxid, így van. Tehát a széndioxid az föl tud kicsit oldódni a vízben, és ha több benne a széndioxid, akkor szénsav keletkezik, ez a szénsavas vízben már jobban oldódik a mészkő, mint vízben nagyon-nagyon-nagyon minimálisan, és akkor feloldja, és akkor van oldott állapotú mészkő a vízben, és akkor mi történik? Nem a felszínen szokott ez, hanem hol szokott ez a cseppő? Mint a barlangokon, ott mi történik? Csöpög úgy a víz, és akkor van ott egy tér, amin kiválik belőle, távozott a széndioxid, és akkor ott kiválik belőle a mészkő, csak ilyen föntről csüngők vannak, nem? Lentről is, és még olyan is lehet, hogy kettőszél. Ha volt valaki ilyen cseppkőbarlang, hogy szerintem nagyon szép, úgyhogy érdemes megnézni. Jó, akkor tehát miből állnak, mit látsz a képen, azt mondtátok is, hogy cseppköveket látunk, és akkor, hogy hogyan képződnek, akkor arra azt mondhatjuk, hogy a széndioxid oldódik vízben,
az enyhén szénsavas víz az már jobban oldja a mészkövet. Akkor oldja a mészkövet, és akkor a barlangokban, mondjuk az üregekben, kénben, akkor ott pedig az van, hogy kiválik belőle újra a mészkő. És akkor így cseppőként van ezt. Ezzel mit tudok ennek a keletkezésének sebességét? Gyors folyamat? És a milliméterek nagyon lassan nő, tehát azok, akik úgy megfogdossák, vagy letördelik, ezeket azok azért eléggé súlyos ilyen károsítást idéznek elő, mert nagyon könnyen szét lehet őket rombolni. Jó, akkor itt már a mészkőről nagyon sok mindent, és nagyon sok mindent elmondtunk, és a sósavról is, és jöjjön megint egy olyan, hogy ti dolgoztok. A következő kísérletetekben, amit lehet, hogy tapasztaltatok, vagy láttatok már, egy másik anyaggal fogunk vizsgálódni, ez pedig a kén. Egyik kémcsővetekben ott is van egy kikészítve már a kén. Milyen anyag ez a kén? Sárga színanyag, a mészkövet is el lehetett volna borítani, de az úgy egybe volt. És még egy olyan dolgot a kénről, hogy ezt nem tudom, hogy ez előkerül el, de olyan összetételű szerkezetű a kén, hogy 8 darab kénatom egy ilyen gyűrűszerű molekulát alkot. Milyen kötés van a molekulákban az atomok között? Kovalens kötés, nagyon jó. És ezek a gyűrű alakú kéngyűrűk, ezek egymás mellett sorakoznak, tehát ebbe a porba ezt képzelhetjük bele, természetesen ezt nem látjuk, de ilyen a szerkezete. És ez mutatna ez a kis modell, nektek is erről van egy fénykép itt, hogy ugye az atomokat gömbszerűnek gondoljuk, és 8-as sávon úgy illeszkednek, hogy egy följebb-lejjebb van, föltről nézve gyűrű, szerű a szerkezete. Na most ez ott van nektek a kémcsőben, és akkor az lenne majd a feladatotok, hogy ezt a kémcsőfogóban fogjuk ezt a kémcsövet, és akkor szépen borsza szépen lángjával elkezdjük melegíteni, hogy várjál vele egy picit, mondjuk beszéljük meg, hogy mit kellene látni még végig mondjuk, és utána kezd csak el, jó? Tehát ezt folytatni fogjuk a kén forralásaig, majd kinyitunk még ablakot is. Elkezd forni, meg kellene azt, mit érzel, miközben for, nyilván biológiai melegítünk, hogy is mozogni fog, akkor óvatosabban folytasd, de még folytatjuk tovább, nagyon meg kell nézni a színét mindig, hogy amikor épp elkezd forni, milyen színe van, de nem hagyjuk még abban, forraljuk, megint megnézzük még tovább, hogy még folyékonyabb lett, mi történik ezután jobban, hát kezd folyni, vagy mi lesz vele, milyen színe lesz, és akkor utána pár percig még forraljuk, megpróbáljátok ezt, amikor ilyen nagyon jó folyékony állagú és nagyon-nagyon sötét egyébként egy főzőpohárba lévő vízbe önteni. Na most a főzőpoharatokat akkor össze is lehetnek, hiszen nincs benne még víz, de csak sima csapvizet töltünk, úgy körülbelül addig, amíg a 100-as fit vagy a 2 napig lesz, és akkor utána hozzá lehet kezdeni ezeket melegítéshez, jó? Tehát mindenki ide jöhet nyugodtan a csaphoz, elmozdulhatsz. Ott is van csap, csak akkor itt azzal majd óvatosan, hogy olyan jobban is folyik.
Szerintem szagolj, mennyi beleszagolna. Jó, tehát most nem. És amikor már a gőzöket is látod, akkor lehet kijönteni a főzőpohárban lévő vízre. Jó, tehát mindenki tapasztalja, hogy mi ez, hogy megszínálhatod. Utána még folytatni kell egy kicsit tovább, hogy megint megjegyen, hogy ki tud dönteni. És amit tanácsolom, hogy a sárgás gőzök már erősebbek a tetejében, valaki már mondta, hogy fordítok, tényleg fordítok. Nem muszáj üveg sérvetet, sőt. 4-es se vártam. Mi ez a kényelme? 8-os se vártam. Látok már, most érzel, hogy már vele fogok. Most nincs ki. A bőrzőt. Na, megint.
ezáltal az égőleg, mert a bőr sikerült jönni, és mert a sárga ilyen ragacsos terül valami összegyűjtetek érkezve. Csi lesz jó, mert hozzáállni, hogy mondja, hogy ez egy bőz, vagy mi az ott bennünk, és mi az ott bennünk. Föl is lehet emelni. Akkor picit félre és akkor mit tapasztaltunk, miket figyelhettünk meg, ezt még meg tudjuk itt szépen beszélni. Milyen volt a kén színe az egész melegítés előtt? Sárga. Hogyan változott a melegítés közben a színe? Sötétebb sárga lett, olyan barnás sárga, és a legvégén fekete volt teljesen? Sötét barna. Azt mondjuk, hogy sötétedett, egyre sötétedett a színe a kémnek, és akkor azért mást is láttunk a kémcsőben, nem csak hogy olyan sötét lett, mert fölötte sárga gőzök keletkeztek. Sárga gőzök. Azt is láttuk, egyre inkább egyre több sárga gőzök keletkeztek. A sárga volt az ugye. Hogy változott ennek a sűrűsége, amikor volt szilárd anyag volt, vagy a halmaz állapota? Mi történt vele, mit láttunk először? Itt én nem is inkább a sűrűséget vagy a halmaz állapotát. Ugye először egy sárga szilárd anyagot elkezdett barnulni, akkor folyékonyan utána rögtön gázzel. Az volt egy olyan pillanat szerintem, hogy nagyon besűrűsödött, ugye, hogy megdermed. De akkor nem hagytuk abba, hanem forgalmi kezdtük, és akkor megint folyadék lett. Ez nagyon érdekesen viselkedik, mert először szilárd, sárga színű. Utána, amikor megbarnult, akkor ilyen folyadék lett, aztán nem kezdett el rögtön forni, hanem volt egy olyan, hogy megint szilárd lett, megdermedt. Ez kétszer szilárdul meg ez a kény. Utána megint folyékony, és utána a por, amikor lesz belőle gáz. Tehát ez nem is csak a sűrűségét néztük, hanem a halmaz állapotát. Tehát besűrűsödött közben. Érdekes, más nem így szokott viselkedni, hanem megolvad, akkor folyadék lesz, folyadék, aztán por, és úgy lesz, ugye szilárd folyékony gáz. Ez meg visszatér a szilárd halmaz állapotba. A végén beleöntöttük vízbe, és ez a megdermedt kén, ez milyen is volt? Milyen jellegűs? Olyan gumis, olyan gumiszerű, nyúlékony. Milyen színe volt? Sárga. Sárga volt, a gőzét termesztettük meg. Hát ilyet tapasztaltunk.
fényszerű sárga, szilárd anyagot kaptunk a végén. Na most ennek a magyarázata nagyon érdekes, hogy miért viselkedik így a kén, és ez segíti ez a kis ábra, igen. Ha megnyitjuk, akkor felszakad, és hogyha hirtelen elő, akkor nem tud már visszamenni a állapotba, ami előttem volt, és elég új is van. Így van. Jó, ezt egy picit még részletesebben meg fogjuk magyarázni, de már csak akkor a következő órában mindent itt, tehát most mindent tisztelőzhetünk, és 10 perc múlva fogjuk, tehát mást is megnézünk még akkor.